Minden nap van játékos készségfejlesztő foglalkozás ebben az otthonban. Szociális gondozók, pszichológusok segítik a krízis helyzetbe került családokat. Kiradíroztál, amit akartál? Te is akkor, jó? Igen? Ebben az átmeneti elhelyezést biztosító intézményben 20 gyerek fér el és 10 felnőtt. Az otthon telített, sőt vannak családok várólistán is. A Magyar Vöröskereszt működteti a szociális intézményt. A családok átmeneti otthonában ingyen lakhatnak, fűtenek rájuk, bútorozott szobákat biztosítanak számukra, adományokból ruhákat, cipőket és tanszereket kapnak. Az étkezésükről maguk gondoskodnak a családok. Az ország bármely részéről érkezhetnek ide a karitatív szervezeten keresztül. Legtöbbször anyák keresik fel az otthonokat a gyerekeikkel. Én bántalmazott voltam, már többször voltam otthonban, nem most, nem ezelőtt. Többször visszamentem, volt férjemhez, de ugye nem működött, és újra-újra. És akkor most volt az, hogy elkerültem hosszú távon már mostan, 2 éve lesz szeptemberben, hogy külön vagyunk, elváltam. Gyerekek nálam vannak elhelyezve. Nem csak bántalmazott nők és gyerekek, hanem nagyon sok nehéz helyzetbe került család lakhatási gondjaik miatt kerülnek be az anyaóvóba. Szeretnénk tehát közös életet a párommal. Próbálunk keresni albéletet, meg minden, de Szászalombattán, mert neki ott van munkahelye. A karitatív szervezet arra törekszik, hogy segítse a családokat az újrakezdésben. Sikerül szakembereink segítségével úgy megerősíteni a családokat, hogy önálló életet tudjanak kezdeni, visszaintegrálódnak. Ugye ezeket jelentősen befolyásolják a társadalmi viszonyok. Elsősorban ugye a megélhetést biztosító munkahelynek a megtalálása, illetve megtartása. A szociális válsághelyzetben élő családok jelenleg 1 évig tartózkodhatnak ilyen otthonokban, ami egy fél évvel meghosszabbítható, de sokszor intézményről intézményre vándorolnak. A legtöbb hasonló krízisszállót civil szervezet vagy egyház működtet, az állami fenntartású otthonokat pedig át szeretnék alakítani a jövőben. Az ellátás nem szűnne meg, hiszen az minden 30 000 főt meghaladó település számára kötelező.